Ünnepélyes kezdőrúgással indult el Nyíregyházán a kispályás futballbajnokság 56. idénye. Az első gólra sem kellett sokat várni, igaz gólokat már a bajnokságot felvezető szombati Víg István emléktornán is jócskán láthattak az érdeklődők. A 12 csapat közül a Pikolósöröző együttese végzett az élen. A nyíregyházi kispályás bajnokság országos szinten is az egyik legnagyobb rendszeres, szabadidős rendezvénynek számít. 10 csoportban szerepelnek a csapatok, 3 öregfiúk csoportunk van, van egy első, második és harmadosztálya az öregfiúkban, és természetesen az amatőröknél van az A, B, C, D, E, F, G csoport, 107 csapatunk van most a bajnokságban, közel 3000 labdarúgó fog itt játszani hétről hétre. Most nincs esőnap, hiszen a pálya szűke miatt ugye elvették tőlünk a ABC pályát, az építkezés miatt, a stadioni beruházás miatt, és így a szerdai napon is minden alkalommal futballozni fogunk, de bízom benne, hogy ez a 600 mérkőzés kitűnően fog lezajlani október végéig. Az elmúlt idényben több csoportban is csak az utolsó fordulóban dőlt el az elsőség és az érmek sorsa. A főszervező szerint évről évre emelkedik a mérkőzések színvonala. Magyarországon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgás magas szinten foglal helyet, és ez a kispályára is érthető, hiszen az én csapataim, a kispályás bajnokságban szereplő csapatok akárhova elmennek az ország különböző pontjaira, mindig dobóra kerülnek. Itt a példa, hogy a Fáraó Bútor csapata, akik két csoportban is bajnokságot nyertek, ugye az öreg fiúknál a Fáraó Bútor és a D csoportban 100%-osan a Rájál Bírs csapata, most nemzetközi porondra került ki, és 7 másik magyar csapattal együtt képviselik Magyarországot majd szeptemberben. Az őszi szezont követően tovább futballozhatnak majd a játékosok, ugyanis november 8-án 40 csapat részvételével elindul a téli terembajnokság.